Molnár Ferenc hősét a 20. század nagyszínművésze Csoltos Gyula ihlette. Lilium, a ligeti intáslegény, egy hétköznapi esendő figura. Legjobb barátja Ficsúr, aki eredendően egy jószándékú ember, de valahogy mindig bajba keveredik. A Kosztolányi Dezső Színház új előadásában Ficsúr szerepében Molnár Zoltánt láthatja majd a közönség. De Lilium nem lenne alapjaiban ennyire belevállalós, bevállalós figura, ha nem lenne mögötte a Ficsúr, aki mindig úgy rábeszéli, hogy vállaljon olyan dolgokat, amelyeket esetleg ő maga nem, úgyhogy nem mondanám, hogy gonosz, mert nem, hanem egyszerűen a kor és a helyzet hozta meg, a körülmények, amelyek között élt, hogy így lehet funkcionálni, és akkor magával ragadja a Liliumot. Molnár Ferenc 1909-es darabja az akkori kor szellemiségében született. A szabadkai művészeknek kihívás újra gondolni a dráma üzenetét. Lilium szerelmét, Julit, Béres Márta alakítja. Kíváncsi vagyok, hogy mit kínál a szöveg, mit kínál a rendező, vagy mit kér. Kíváncsi vagyok, hogy mi jön ki belőlem ennek hatására, de nagyon szeretem ezt is, valahogy mindig, tehát hosszú évek óta mindig az egyszerűséget, vagy a letisztultságot keresem, és örülök neki, hogy ez a szerep ezt is kínálja. Molnár Ferenc emlékirataiban úgy fogalmazott, hogy a Lilium egy mese. A múlt század egyik legnagyobb magyar színházi szerzője szerint ezt a történetet szép csöndben, folyékonyan kell elmondani. Az elejét élénken, mintha igaz volna. A végét pedig már lassabban és halkan, hogy mire vége szakad, aludjon el az, akinek mesélik. Kovács Frigyes rendező szerint a Lilium mindezek ellenére egy kegyetlen történet. Ezt a kegyetlenséget úgy értük el, hogy egy jelenetet, két jelenetet előbbre hoztunk, kicseréltünk. Kicseréltük a jelenetek sorrendjét, és ettől válik életessé, ettől válik igazzá és kegyetlenné. Hogyha a Molnár Ferenci idők mások voltak nyilván, hogyha úgy hagyjuk, és azt a dramaturgiát játsszuk, akkor úgy érzem, ma már úgy érzem, hogy hazudunk az embereknek. Nem, az élet mesztelen igazságát fogjuk a nézők elé tárni, nevezetesen azt, hogy a túlvilágról nincs visszatérés, és hogy mindazt, amit teszünk, azt itt kell megtennünk, itt ebben az életben. A Kosztolányi Dezső Lilium című előadásának bemutatója április 28-ára várható.